Izgatottak vagyunk mindenféleképp. Holnap, tegnap volt egy viszonylag hosszabb buszutunk, bár a fehérváriak hozzá vannak azért szokva. Úgyhogy örülünk, hogy tényleg, hogy itt lehetünk, és várjuk a holnapi kezdést. Hát szerintem egy kicsit extrán izgatott most mindenki, ugye, tehát pár év, ahol nem voltak világbajnokságok, és egy kicsit mindenki újdonságnak éli ezt meg. Szerintem így vagyunk ezzel sokan, a szurkolók is. Megérkeztünk a tegnapi nap Ljubljanába, elfoglaltuk a szállásunkat, az öltözőnket, úgyhogy igazából minden adott, hogy kezdődjön a világbajnokság. Ma még volt egy jó iramú edzésünk, és akkor holnap már kezdődik élesben. Hát igen, ugye korábban nemrég játszottunk, tudjuk nagyjából, hogy mire számíthatunk. Az ő stílusok annyit nem változott az utóbbi években, ezt láttuk ugye a múltkori meccsen. Azt hiszem, hogy minden esélyünk megvan, hogy holnap mosolyogva hagyjuk el a pályát, de nyilván ez mindent meg kell tenni. Tehát ezt nyilatkoztam a VB előtt is, hogy tökéletesen kell játszani, ez holnap ugyanígy lesz. Úgyhogy próbáljuk játszani a mi játékunkat. Kicsit le kell őket lassítani, tehát ők pont arra építenek, hogy gyorsak. Nekünk ezt meg kell akadályozni, és úgy gondolom, hogy akkor rendben leszünk. Igen, alapvetően nem vagyunk elégedettek a Dél-Korea ellen játszott mérkőzésünkkel, viszont abból a szempontból jó volt, hogy láttuk, hogy milyen erőt képviselnek, és hogy mik azok a taktikai elemek, amiket ők fognak favorizálni. Szerintem az edzői stáb ez tudja igazítani majd a mi taktikánkat is. Nyilvánvalóan egyik csapat se lőtt el az összes puskaporát így stratégiailag azon a mérkőzésen. És még hozzáteszem, hogy szerintem az is nagyon jó volt, hogy egy kicsit feltüzeltek minket a következő mérkőzésre, hogy mindenképpen tudjunk törleszteni az éles meccsen most már. Tehát itt nem szabad nagyon előre tekinteni, ugye mindenki ellen egyen játszolott, bármi megtörténhet, úgyhogy most koncentrálunk Koreára, utána jön a litván és szlovén és román, úgyhogy lépésről lépésre megyünk. Megpróbáljuk ezeket a meccseket különböző szakaszokra bontani, és mindig csak egy szakaszra próbálunk koncentrálni. Most a Dél-Korea lesz az egyik, most a legfontosabb mérkőzés számunkra. Az, hogy utána mi lesz, az majd legyen Dél-Korea utáni meccsnek a problémája. Én azt gondolom, hogy felkészültek vagyunk. Van, akik több mint 3 hetet, 2 hetet csinált felkészülést. Mindenki a taktikát teljes mondanát tudta sajátítani. Reméljük, hogy ez vissza is fog köszönni a jégen holnap.